Ahogyan a felvételeken is jól látszik, több százan látogattak ki a Városháza térre december 31-én vasárnap az 5. alkalommal megrendezett szilveszteri utcabálra, hogy családtagok, barátok együtt búcsúztassák a 2017-es évet. Jókedvből nem volt hiány, hiszen a talpalávalót elsőként Navidál húzta. Jó a hangulat, nekünk nagyon tetszik. Jól érezzük magunkat. Megnézni a koncertet, meg így sokan lesznek, aztán körülnézni egy kicsit. Jól érezni magunkat, szórakozni. Hát nem majd buli hangulat miatt. Igazából én rokonokhoz jöttem, és csak úgy kijöttünk. Kijöttünk, meg kíváncsiak vagyunk a huligánsra. Hát így csak családostól, csak így kinéztünk egy kicsit. Mert amúgy otthon leszünk, csak egy kicsit kinéztünk. Hol a tűz, meg milyen bennem így, robot szíved kész a másikért. Az est nagy durranása a Hooligans volt, akik 22 óra 30 perckor léptek a színpadra, és 2 órás koncertet adtak. A zenekar tagjai már nem először jártak Dunaújvárosban, azt mondták, szívesen látogattak vissza. A rockbanda igencsak mozgalmas évet zárt. Ez maximális volt. Már ezt tudom mondani, tényleg már immáron 20. éve. Tudom, hogy unalmasnak tűnik, de akkor is minden év, hál' Istennek, meg hála nekünk, meg hála a közönségnek évre-évre jobb, vagy legalább ugyanolyan jó, mint az előtti év. Tehát baj nincs, mindig csak a jóság van és a köszönet. Mi is köszönjük. Az évfélt ezt együtt köszöntjük, egymást köszöntjük és együtt is köszöntjük a közönségünkkel, akiknek nagyon hálásak vagyunk. Egyfolytában, hogy eljönnek, de tényleg így van, nem ömlengeni akarok, hanem tényleg nagyon hálásak vagyunk, hogy a mai világon megveszik a CD-nket, eljönnek koncertekre, kifizetik a belépőt, és tényleg mi is imádjuk őket. Úgyhogy a 2 órában, amint csak belefér, huligánkodás az benne lesz, és tényleg megpróbáljuk a legforróbb hangulatot csinálni az ilyen téli estén, ugye szabad téren vagyunk, úgyhogy rájuk fog férni az alkohol mellette a színpadi melegség is. A szilveszteri rendezvény Dunaújváros megyei jogú város önkormányzatának támogatásával a Turinform iroda szervezésében jött létre. Hát az önkormányzat az elmúlt évekhez híven teljes mellszélességgel a rendezvény mellett áll. 5 millió forinttal támogatta szinte az egész költségvetését a szilveszteri rendezvénynek az önkormányzat biztosította, és ezúton is szeretnénk megköszönni a városvezetőinek a támogatását. A szilvesztert éjfélkor tűzi játék koronázta meg, majd az esemény további részében már Nep Matyi zenélt, és kezdetét vette az utcabál, amely hajnalig tartott.